Köszöntöm kedves nézőinket! Önök a Kistelek Városi Televízió híradóját látják. Kérem, tartsanak velünk, és tekintsék meg rövidképes ismertetőnket. A Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium szimbolikusan a helyi önkormányzati ciklus utolsó, záró napján rendezte meg a helyi önkormányzatok napját, amelynek a székesfehérvári Vörösmarty Színház adott otthont. Az ünnepségen városunk önkormányzatának gazdasági vezetője, Gombosné Nagy Katalin a közigazgatás szolgálatáért érdemérmet vehetett át. A közigazgatás szolgálatáért érdemérem díjban részesült az elmúlt időszakban Gombosné Nagy Katalin. Hogyan jött ez a díj? Egyrészt azt lehet tudni, hogy amikor egy díjat valaki kap, az kell, hogy valaki javasolja. Nagyon sok javaslat beérkezik ilyenkor különböző településekről, vagy a közigazgatásra, területfejlesztéssel foglalkozó szakemberek irányából, és természetesen mi voltunk, mint önkormányzat, polgármester, alpolgármester, aki a mi csapatunkból, a mi kollégáinkból is javasoltunk egy személyt, mert mi úgy ítéltük meg, hogy az a személy, nevezetesen a Kata, az nagyon régóta nagyon-nagyon megbízható, jó szakember. És ha szűkebb értelembe kell venni, nekem polgármesternek az egyik legfontosabb kollégám az, akire bármikor nagyon biztosan úgy számíthatok, hogy behuny szemmel kell, hogy higgyek neki. És a számok világa, a pénzügyi helyzete, stabilitása egy településnek, majdnem megkérdőjezzem, hogy nehezebb feladat, mint egy részvénytársaság. Hiszen ez nem egy üzlet, hanem ez egy olyan fenntartható világ, ahol kötelező feladatok is vannak, és természetesen egy menedzser típusú fejlesztés is van. És ebben nekem polgármesternek nagyon nagy szükségem van olyan mankóra, akit úgy hívnak pénzügyes, úgy hívnak jegyző. Jelen esetben Kata, nyugodtan mondhatom, hogy országosan elismert közgazdasági pénzügyi szakember, és föl nem merült bennem, mikor meghallottuk azt a hírt, hogy ismét lesz miniszteri díj, hogy kit javasoljunk. És nyilván annak nem érdeklődtem utána, hogy ilyenkor a beérkező információk alapján, vagy a beérkező ajánlások alapján hány jutalom került kiosztásra, de amikor átvette Kata miniszter úrtól, Navracsics miniszter úrtól ezt a jutalmat, azt láttuk, hogy méltóképpen lehetünk büszkék. Én is, a város is, mert egy minisztériumból, egy miniszteri díj lehet elbagatellizálni, de azért az komoly. Mekkora jelentősége van ennek az országos elismerésnek itt Kisteleken? Én azt mondtam, hogy nyilván ez egyfajta példa. És amikor a kollégáimat másnap reggel összehívtam és tájékoztattuk, hogy hol is voltunk és mi is történt, akkor azt láttam, hogy mindenki szemében egyfajta büszkeség jelent meg, és ez, amikor van előttünk egy ilyen dolgozó, akkor szerintem az a példa, akire továbbra is érdemes hallgatni, és továbbra is érdemes az ő példáját figyelembe véve nekünk is, nekik is még többet tenni. Ezért jó impulzus egy ilyen jutalom. Jó impulzus egy ilyen dicséret, még hogyha azt hisszük, hogy ez egy érdemérem, ez egy papír. Nem. Biztos vagyok benne, hogy Katát is megérintette, mint ahogy engem is megérintette, amikor a díjátadáson voltam. Méltán hallgattam büszkén, mikor Kistelek nevét mondták ki, és amikor hazajöttünk, akkor jó volt azt érezni, hogy aki őt ismeri, az elismerően nyilatkozott, és ő is büszke volt Katára. A helyi önkormányzatok napján egy rangos díjat vehetett át. Mit kell tudni erről a díjról? Ezt a díjat a közszolgálatban elért eredmény kapcsán osztották. Ezen a napon területfejlesztésben kiemelkedő munkavégzésért kaptak díjat, illetve a közszolgálat közigazgatás területén végzett kiemelkedő munka kapcsán lehetett ebben a díjazásban részesülni. Kik kaphatták meg ezt a díjat? A díjat javaslatra több szervezet előzetes javaslata alapján a minisztérium
állapította meg. Polgármester és jegyzőasszony javaslatára kerültem erre a listára, úgymond, és utána értesítettek, hogy a díjazásban részesülhetek. Hogyan élte meg a díjátadót? Hát ez egy különleges alkalom, azért egy pénzügyes, illetve gazdasággal foglalkozó szakember nem szokott ilyen rendezvényen részt venni, úgyhogy nagyon különleges, amikor ilyen kimagasló díjazásban részesül az ember, és ilyen emberek között részt vehet. Úgyhogy ezt igazán aznap éreztem, hogy ez milyen fontos. Amikor megérkezett a meghívó, akkor még nem is gondoltam, hogy ez milyen nagy dolog, hanem ott a rendezvényen szembesültem vele, hogy ez azért egy különleges díjazás. Mekkora jelentősége van ennek a díjnak itt Kisteleken? Én azt gondolom, hogy ritka, és ez miatt érzem azt az ismerőseim kapcsán, hogy ez egy nagyon nagy dolog. Én magam is persze büszke vagyok rá, de azáltal, hogy a barátaim, a munkatársaim, ismerőseim gratulálnak, érzékelem azt, hogy ez egy nagyon különleges dolog. A munkáját díjazták, de miből állnak itt a mindennapok? Hát a pénzügyesek világa azért egy nagyon változó, összetett feladat. Gazdaságvezetőként ez egy még nehezebb, nem egy kiszámítható terület. Sok kihívással dolgozunk nap, mint nap. Ez azért nem egyedül, tehát ez egy csapatmunka, ehhez persze kellnek a kollégáim, de ahhoz, hogy olyan minőség és olyan színvonalas munkát végezzünk, ami kapcsán mondjuk én ezt a díjat kaptam, ahhoz azért állandó felkészülés, naprakészség, állandó tanulás, a mi munkánk az ilyen. Mindig tanulni kell, mindig fel kell készülni, és még akkor sem biztos, hogy sikerül az adott probléma megoldása, de mi nap, mindnap ezen vagyunk. A gazdasági vezető sok intézménnyel dolgozik együtt, illetve a városi feladatok kapcsán ugye a legfontosabb és az év legkiemelkedőbb munkája mindig a költségvetés, és utána ennek a végrehajtása mind intézményi szinten, mind városi szinten, és amikor pályázatok vannak, akkor plusz még ugye a pályázatoknak az összehangolása, a költségvetéshez való igazítása, ezekben a mindenféle beszerzés intézése, a pályázatok végigkísérése a legelejétől a legvégéig, illetve az intézményeinknek a gazdálkodását úgy biztosítani, hogy likviditás megfelelő legyen, a város működőképes legyen, nagyon sok dolgozót foglalkoztatunk, ugye sok intézményünk van, óvoda, szociális intézmény, július 1-től már az egészségügyi intézmény is, és Kisteleken ez általában egy 3 milliárdos költségvetés. Tehát gazdaságvezetőként a legfontosabb feladatom, hogy ezt a költségvetésnek a végrehajtását megfelelő szakmaisággal és biztos likviditással tudjam biztosítani, ahhoz, hogy minden intézményünk, minden városi feladat megoldásra kerüljön. Ez a díj a nehezebb napokon is erőt adhat? Természetesen. Egyébként a miniszter úr szavait próbálom idézni. Azt mondta, hogy itt a munka nem ér véget. Ezekre a szakemberekre továbbra is szükség van, és folytassuk azt, amit elkezdtünk, ne hagyjuk abba. És igen, ilyenkor a sok-sok túlóra, a sok-sok éjszakai gondolkodás, hogy az adott problémát hogy oldjuk meg, ilyenkor azért kicsit feledésbe merül, hogy megér, tehát ezt így azért nem mondanám, de hogy igen, hogy érdemes dolgozni, mert azért itt a köszönet és a hála, ami nagyon jól esik. Október 1-én a Kisteleki Általános Iskola diákjai a Zene Világnapja alkalmából rendhagyó énekórán vehettek részt. A zenés délelőttön a Kisteleki Alapfokú Művészeti Iskola tanárai különböző hangszerek megszólaltatásával vezették be a gyermekeket a zeneművészetének világába. A mai napon ünnepeljük a Zene Világnapját. És a Zene Világnapja, akkor értem szerint, egy koncerttel fogjuk mindezt megünnepelni. Ezt szeretném mondani a történetéről, mert nagyon-nagyon régóta van, nagyon-nagyon régóta ünnepeljük minden évben a Zene Világnapját. Pontosan 1975 óta, amióta egy nagyon-nagyon híres hegedűművész, úgynevezett Yehudi Menuhinnek köszönhetően, úgy döntöttek az ENSZ Egyesült Nemzetek Szövetségével, legyen egy olyan nap, amikor mindent is megünnepelünk, a víz világnapja, minden világnap, a gyermek, a pedagógus nap is van, legyen zene világnap is. Milyen napon legyen? Legyen október 1-e. És a mai napon tehát október 1-e van, megünnepeljük a zene világnapja. A zene világnapja alkalmából rendhagyó énekóra várja a Kisteleki Általános Iskola gyermekeit. Mivel készülnek önök? Hát igen, a zene világnapja az minden évben nekünk egy fontos esemény,
ilyenkor október 1-én a napján szoktuk megünnepelni, és ez egy hagyományosan egy három állomásból álló koncertsorozat, a környékbeli településeken, Csengelén, Balázsán, illetve a fő attrakció itt a Kisteleki Művelődési Házban, az általános iskoláknak mutatjuk meg a művészeti iskola repertoáriát. A Zenevilág napjához még egy ünnepelni való esemény is csatlakozik a mai napon, ugyanis az iskolánknak van egy évfordulója, ami nem a mai napon aktuális, viszont ebben a tanévben aktuális, hogy 20 éve működünk ebben a formában, alapítványi fenntartású formában. Úgyhogy ez is egy ilyen ünnepelni való esemény, és ebből adódóan most úgy gondoltuk, hogy egy kicsit rendhagyóak leszünk az eddigi megszokottakhoz képest, ugyanis eddig vendégszereplőink voltak ezen a koncerten, és most úgy gondoltuk, hogy nem kell nekünk vendéget hívnunk, mert a sok-sok tehetséges tanáraink készen állnak arra, hogy bemutassák a tudásukat, a művészetüket, a hangszerüket. Hangszereket szólaltatnak meg a mai délelőtt folyamán? A mai délelőtten hallhatnak nagyon sokféle hangszert, és ezeknek mindegyikét tanulhatják is a gyerekek. Fúvós hangszerek, fafúvósok fognak szerepelni, gitár, ütősök jönnek, a zongoristák, vonós kolléganőnk, illetve énekhangot fognak hallani. A gyerekeknek ismerősek lesznek egyébként a fellépők, mert a saját tanáraikat fogják majd látni a színpadon. A szervező a Kisteleki Alapfokú Művészeti Iskola. Milyen lehetőségek vannak a művészeti iskola keretében belül a gyermekeknek? A művészeti iskolában, ezt már többször elmondtam nektek, hogy többféle művészeti ággal is lehet foglalkozni, nem csak a zeneművészettel, bár túlnyomó részt hangsúlyosan azt lehet megismerni, de van képzőművészeti csoportunk, illetve néptánc csoportunk is. És a zenén belül pedig nagyon-nagyon széles tárháza van a tanulható hangszereknek. Vonósok, fúvósok, fafúvós, részfúvós, gitároktatás, zongoraoktatás, és nem is tudom, hogy elmondtam-e mindent, tehát mindenféle hangszercsoportot, csoporttal megismerkedhetnek az érdeklődő gyerekek. Mik a tapasztalatok? Melyek a legnépszerűbb hangszerek? Mindig van favorit, és évről évre ugyanaz, a gitár és az ütő. Valószínűleg a könnyű zenei vonal miatt, bár hogyha a hozzánk beiratkozó gyerekek azért tapasztalhatják, hogy a tanáraink nagyon-nagyon alkalmazkodnak az igényekhez, a korunk igényéhez és a gyerekek igényéhez, tehát egy klasszikusabbnak mondható hangszeren is nagyon sokszor vesznek elő könnyű zenei darabokat. A mai délelőttön a Kisteleki általános iskolásoknak szól a zenebemutató. Kik csatlakozhatnak a művészeti iskolához? Várjuk azokat a növendékeket, vagy növendékjelölteket, akik zenélni, táncolni, illetve képzőművészettel szeretnének foglalkozni. 6 éves kortól. És még egy feltétele van, hogy tanulói jogviszonya legyen. Tehát egy általános iskolás korral indítunk, és 21 éves korig járhatnak hozzák a gyerekek.
Október első hetében papírgyűjtés szervezett a Kisteleki Általános Iskola. A kétnapos gyűjtésen idén is aktívan kivették a részüket az iskola diákjai, hiszen 5 konténer papírhulladékot sikerült összegyűjteniük, amelyet a MOL hulladékgazdálkodási ZRT munkatársai el is szállítottak. Kisteleki Általános Iskola idén ősszel is papírgyűjtést hirdetett. Mik a tapasztalatok, mennyi papír jött össze idén? Igen, az előző évek hagyományainak megfelelően az idei tanévben is 2 alkalommal meghirdetjük a papírgyűjtésünket, és ez most az őszi forduló a mostani napokban zajlott le. A tapasztalat az, hogy az 5 konténert tudtunk megtölteni ezzel a újrahasznosítható hulladékkal, és azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon fontos szempont abból a szemszögből nézve, hogy a gyerekeket, a környezetüket, a családokat egy picit arra próbáljuk ösztönözni és nevelni, hogy nem minden szemét, ami hulladék, és hogy ezeknek a papíroknak még van további élete, és hogyha közösen gondolkodunk abban, hogy ezt összegyűjtsük, és elhozzuk ide az iskolába, akkor ezzel a tettünkkel még az osztálykasszát is fogjuk tudni gyarapítani. Mennyire voltak aktívak idén ősszel a gyermekek a gyűjtésben? Én azt gondolom, hogy aktívak voltak a tanulóink. Mindig az a tapasztalat, hogy leginkább az őszi időszakban gyűlik össze nagyobb mennyiségű papírhulladék, és a tavasszal egy kicsit kevesebb, de azért tavasszal is meg fogjuk hirdetni, hiszen nagyon-nagyon fontos, hogy valóban ez a hulladék megfelelő helyre kerüljön. És hát leginkább a szülők is nagyon aktívak voltak, és köszönjük szépen a szülői közösségnek azt a felajánlását és azt a segítőkészségét, amellyel támogatják ezt a kezdeményezésünket, és valóban, tehát összekötegelve, úgy, ahogy kértük, került az iskola udvarára behozatalra az összegyűjtött papírhulladék, és itt már csak a konténerekbe való bepakolásuk volt a technikai dolgozóknak a feladata. Környezettudatosságra is nevel a papírgyűjtés. Miért fontos, hogy a gyermekek már ebben a korban találkozzanak ezzel a kérdéssel? Nagyon-nagyon fontos az iskoláknak a nevelésen, oktatáson, a tananyag átadásán túl. Én azt gondolom, nagyon-nagyon fontos szerepük van a szemléletformálásban, és abban annak a lehetőségnek a megmutatásában, hogy hogyan kellene majd felnőttként viselkedniük ezeknek a gyerekeknek. Úgyhogy én bízom abban, hogy ezzel elindítunk egy olyan folyamatot, már a szülők és a gyerekek esetében is, hogy a következő években, évtizedekben ők környezettudatosan tudjanak gondolkodni. Milyen fajta papírhulladékokat lehetett hozni erre a gyűjtésre? Igazából mindenfajta vegyes papírhulladék gyűjthető volt, kivétel a keménytáblás könyvek. Ezeket a keménytáblákat, tehát meg kellett szabadítani a könyveket ettől, de kartonpapír, szórólapok, mindenféle otthon keletkező papírhulladék, csomagolóanyag, azt be lehetett hozni, és ezt meg is tették a családok. Jövőben is terveznek hasonló gyűjtéseket? Igen, a munkatervünkben a tavaszi év folyamán is szerepelni fog egy papírgyűjtés, és ezt már ki fogjuk egészíteni egy ruhagyűjtéssel is, hiszen a tapasztalatunk az, hogy a téli időszakban felhalmozódott és kinőtt ruhák a tavasz folyamán selejtezésre kerülnek, és ezeknek is van újrahasznosítási lehetőségük, és ebben a mozgalomban az iskolánk is becsatlakozott, ugye a tavasz folyamán nem csak a papírt, hanem a ruhaneműket is fogjuk majd gyűjteni. A Csongrád-Csanád vármegye 3. osztályának 7. fordulójában a Zsombó csapatát fogadta hazai pályán városunk labdarúgó csapata. A parás hangulatú mérkőzésen ezúttal sem sikerült megszerezni az első bajnoki pontokat. Csongrád-Csanád vármegye 3. osztályának 7. fordulójában 8-0-ás vereséget szenvedtek a zsombói csapattól. Hogyan lehet értékelni ezt a találkozót? Hát elég nehéz ezt értékelni. Az igazság, hogy csütörtökön már halasztást szerettem volna kérni, mert csütörtökön még 90 voltunk, tehát sok a betegünk. Hiába voltunk létszámban meg, de nem egészségesek, tehát nem bírunk futni meg, tehát betegségben vannak még félig. Hát mi hiába voltunk múltkor Apátfalvás sportszerű, itt sajnos ez nem kapjuk vissza. Illetve
nem tudok erre mit mondani, nem tudunk gólt rúgni. Tehát itt nagyon nagy baja az, hogy szerencsénk sincs, mert most is kapufáról kifele jön, náluk befele megy, és nem tudunk gólt rúgni. Tehát hiába vagyunk mezőnyben jobbak, mert több meccsen látom, hogy mezőnyben mi tartjuk a labdát, fölívelések, ezek jönnek nekünk mindig, és abból rúgják gólokat. Mi meg játékból próbálunk, kapu előtt mindig behibázunk. Hol van szükség a legnagyobb fejlődésre jelenleg? Hát mindenképpen kell egy csatár, egy gyors csatár, aki be tudja fejezni, illetve tudjuk ráadni a labdákat, mert távolról, ha tudunk lőni, abban jók vagyunk. Hát középpályánk az úgy látom meg lenne, de befejező csatár nélkül nagyon nehéz. A mai mérkőzés sok szabálytalanság is tarkított, és egy kiállítás is. Mi a vélemény erről? Hát a kiállítás az talán azt mondom jogos volt, bár a másik oldal visszanézve, tehát akkor mind a kettő piros lap, mert ott volt egy kis tetlegesség, illetve ellenünk most volt egy tisztán hátulról becsúszás labda nélkül, sérülésre ment, ez alapba piros lap. A játékvezető azt mondta, hogy az labdára ment, a labda az már 2 méter előre volt. Tehát erre nem tudjuk mondani igazából. Hogyan lehet készülni a következő fordulóra? Hát ezt, amikor elkezdődött, kijött a sorsolás, sajnos láttuk, hogy újoncok vagyunk, ráadásul megkaptuk a legnehezebb sorsolást. Az első 6-7 forduló, ugye első 6 forduló az Apátfalva lett volna talán, aki hazai pályán összejött volna, csak ugye mi vagy elfogadtuk a halasztást. Ugye az árvízvédelemre hivatkoztak. Most azt mondom, hogy talán jönnek könnyebb ellenfelek. Jövő héten utazunk Családpalotára. Azt mondom, hogy most talán majd kicsit sikerül ezen a hullámvölgyön átlendülni. Az első pontok megszerzése önbizalmat adhat a csapatnak? Szerintem mindenképpen. Tehát én gondolok arra, meg igazából a Huszi, a csatárunk, ő is nagyon görcsös már, nem, tehát tavaly ülésben rúgdosta a gólokat, most meg egyszerűen nem találja a gólrúgó cipőjét, lehet, hogy másikat kell neki vennünk. De biztos, hogyha meg lesz az első győzelem, utána más lesz a... Hiába küzdünk, tehát a srácok nem csüggednek, küzdenek, ugyanúgy edzésen is megvagyunk, tehát nem az van, hogy most már elengedjük az egészet, csak nagyon hiányzik egy győzelem, hogy ne legyen ez a görcsösség. Önök a Kistelek Városi Televízió híradóját látták. Maradjanak velünk, hamarosan kezdődik heti Mozaik című műsorunk, amelyben ellátogatunk a helyi civil szervezetek egyeztető ülésére. Betekintést nyerhetnek az Árpád Fejedelem Gimnázium és Technikum gólyavató ünnepségébe, és Baranyi Ildikó mesedélutánját is megtekinthetik felvételről. Keddi adásunk ismétlését vasárnap 10 órától, pénteki adásunk ismétlését vasárnap 14 órától tekinthetik meg. Iratkozzanak fel YouTube csatornánkra, kövessenek minket Facebookon, ahol eddigi adásaink mellett egyéb tartalmak is visszanézhetőek. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!